A Lőrintei Tavi Horgász Egyesület Lőrintei Kárt Team csapat tagjai Szalai Péter, Fehér Kornél, Waller Zoltán és Fehér Lajos fonyódi helyszínt húztak, aminek először örültek a horgászok. Aztán az elmúlt napok szeles időjárása és a sekély víz óriási megpróbáltatások elé állította őket. Tegnap délután stábunk a helyszínen járt, ahol egy nagyon lelkes csapatot találtunk. Hát első körben, mivel hogy ez nem csak a Lőrintei Egyesületnek, ez nekünk is új volt, ez meglepett mindegyikünket. Főleg ez a déli part. Ezt tudtuk, hogy itt nagy távolságokra kell készülni, nagy távolságokra kell horgászni, de közel nem gondoltuk, hogy ennyire. Úgyhogy az első napjaink az azzal teltek el, hogy tapogattunk, aztán hát azt hittük, hogy jók vagyunk, mire ugye a szomszédokat is megfigyelve rájöttük, hogy hát mi még mindig nem azt horgásszuk, amit kellene. Egy-egy belső hal azért jött, sajnos volt, ami nem volt mérlegelhető, eddig egy mérhető halunk van. Most a mai napot arra szántuk egészen reggeltől kora délutánig, hogy megkeressük az új meg a jobb helyeket. Hát bízunk benne, hogy ezután, ugye itt, ahogy a kollégák is mondták, hogy önálluk is a halak zöme éjszaka, úgyhogy igazán a mostani időponttól kezdünk bízni abba, hogy a csalink az jó, a helyek azok most már jók, úgyhogy próbáljuk ezt. Hát csak azt tudom mondani, ezt mindenki jöjjön, próbálja ki, mert ezt megtenni, ezt nem egyszerű. Ez egy élmény, így is egy élmény volt, tehát annyi új dologgal találkoztunk annak ellenére, hogy azt mondhatom, hogy mindegyikünk egy relatíve tapasztalt horgász, nem ilyen körülmények között, de ez teljesen más világ. Magával ragadó, az biztos, tehát ez egy élmény volt. Megpróbáljuk kihozni belőle, amit lehet, rajtunk nem múlik, mi teszünk, dolgozunk, csináljuk, reméljük a legjobbakat. Az Egyesület először delegált csapatot erre a nemzetközi versenyre Pákai Zoltán egyesületi elnök kezdeményezésére, nem csak tapasztalatszerzés céljából, hanem a versenyszellem, a balatoni horgászati specialitások feltérképezésére, hiszen egy másfél hétig tartó küzdelem nomád körülmények között emberpróbáló feladat. Klasszikus helyek nem működtek, tehát amiben mi bíztunk, amit az eddigi tapasztalataink mondottak, azokat próbáltuk horgászni, és mégsem működtek, ezért van ez az állandó keresés, és valószínűleg az is közrejátszik, hogy bent vagyunk ugye a szektornak a közepébe, azért jobbról-balról csak egy-egy halat, amik beúsznak, azokat ők úgymond lefogják előlünk, de most már azért akkorákat húzunk mi is, hogy most már 650-700 méteren járunk, ami már egy olyan távolság, hogy alig látjuk már a partot kijövetekkor. A három horgász mellett a csapatnak segítője is van Fehér Lajos személyében, aki alá dolgozik a versenyzőknek, és biztosítani igyekszik a viszonylag nyugodt körülményeket, ami ilyen helyzetben szintén teljes embert kíván. Egész nap talpon kell lenni és készülni az esti horgászatra. Nélküle ez így, ahogy van, nem jöhetne létre. Itt nagyon kell az, kettő ember bent van a csónakban, kettő dolgozik bent, egy a parton jön, megy, egynek kint rádióval segíti. Lali bácsi a legnagyobb segítő. Mindenért jön, mindenért fut, csalit készít össze, zsinór tekercsel. 1000 méter zsinórokat kellett feltekernünk orsokra. Az fizikálisan elfárasztja az embert, elfárad a kezed, te bent evezel, dolgozol, ő neki szóltunk tekercset fel, szó nélkül jött, tekerte át, csinálta, hozza a csalit, megy a csónakért, ha kapás van, egyből kell, egyből ott van, világít, úgyhogy a legjobb segítő, soha sehol nem hagynánk ott. Nélküle nem működne ez még ennyire sem. A múlt hétvége időjárása sem kedvezett a csapatnak, a horgászható víz is több mint 600 méter távolságra van. Számtalanszor kellett már új helyet keresniük, hogy legalább azt az egy mérlegelhető halat kifogják, melyet 4 nap után sikerült szágba terelniük. Ott jártunk, kor olyan csendes, nyugodt volt a víz, mintha 2 nappal korábban nem is lettek volna ember magasságú hullámok, a csapat tagjai pedig bizakodóan néznek a következő 2 nap elé, hát ha megfordul a szerencséjük. A déli partra ugye jellemző, hogyha frontbetörés van, ilyen északias szél, az sokkal hatványozottabban nehezíti meg a dolgunkat, tehát sokkal jobban érezzük itt a szeret, mondjuk, mint az északi parton. Hát ugye a felszereléseknek a kiválasztásánál ezeket mind figyelembe kell venni, hogy olyan leszúrók legyenek, hogy úgy kell állítani a sátrat, hogy ez minket kevésbé zavarjon. Itt a szomszédaink ugye egy kicsit hányavetélyebben csinálták meg, őnekik az első este egy csónakjuk ment tönkre, a kövek között végezte, kiszakadt aljjal, a konyhasátruk cafatokba,
Úgyhogy itt azért voltak nehézségek, de mi ezeken úgymond úrrá lettünk. A verseny szombaton október 6-án ér véget, addig még szurkolhatunk a fiúknak, hogy több kifogott hal is felkerüljön a táblájukra. Ha nem így lesz, akkor is egy életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak. Az élmény az mindenképpen felejthetetlen, tényleg minden más volt a Euro Mastercard, de tényleg ezt ki kell próbálni mindenkinek, ezt élvezni kell. Hát a déli parttal tényleg nem számoltunk, vagyis hát számoltunk, hogy bárhova húzhatunk, de hogy ekkora távolságokat így tényleg felkészültünk először, hogy 500 méteres húzásokban jók leszünk, de hogy itt jöttek ki a kollégák, és elfogyott nekünk is a dobról a zsinór. Hát mondom, ez hihetetlen fiúk, de valamit változtatni kell, úgyhogy lecseréltük finomabban, vékonyabban, megpróbáltuk mindenhol, tényleg 650-700 méteren próbálunk most már horgászni, ahol legalább egy ilyen 4-4 és feles vizet találtunk, mert hogy egészen 450-500 méterig van egy 1-10-es ízünk, amiben a nagyhal abszolút, sőt, még a kis hal se fog kijönni. Hát, de tényleg az élmény az kárpótol mindenért. Hát a csalódottság persze van, mert azt hittük, hogy tudunk horgászni, vagyis hát próbálunk horgászni, de viccet félretéve itt tényleg kőkemény dolgok vannak, és belül a Balatonra sokszor azt hiszik, hogy a túlsó part már néha közelebbnek is tűnik, mint az itteni. Úgyhogy tényleg mindent megteszünk a siker érdekében, de sajnos tényleg egy mérhető halunk van, amit remélhetőleg most már ezekkel a távolságokkal próbálunk kiküszömölni, és bízunk ebben még a két éjszakában, hogy mindent megteszünk, és tényleg sikerülni fog egy nagyobb hallal végre partra szállnunk.